Azért jó rajta ülni, mert ilyenkor nem látom, hogy hogy néz ki kívülről. Nemrégiben a Yamaha elkezdte frissíteni az MT sorozatot, tavaly megcsinálták az MT-03-at, idén már volt az MT-07 frissítése. Ezek új motorok lettek, más külsővel, picit finomítottak rajta, itt-ott egy-két dolgot becseréltek, de érdemben olyan nagyot nem változtak. Ezzel szemben az MT-09 2021-re egy markánsan új motor lett. Nem azt mondom, hogy alapjaitól nulláról újra tervezték, de minden főegységébe elég mélyen belenyúltak. A váz az teljesen új lett, ez egy karcsúbb, merevebb váz. Itt az új alúváz, itt ugyan itt széles, bár hát amennyire széles ez az egyébként nem túl széles háromhengeres. Itt, és aztán egyből így, mint egy hullámvasút, egy völgyel így nagyon szépen beszűkítik, hogy a tank végén, ahol a lábad meg a combod van, ott nagyon karcsú legyen a motor. Az első futóművet lecserélték, egyébként a hátul is nagyjából ugyanaz maradt, tehát egy kajabavill, a kajabagátló elől-hátul állítható, de rövidebb lett a rugóút, rövidebb lett a tengelytáv, hogy megmaradjon az eredeti ülés pozíciója, az ülést feljebb emelték. És azáltal, hogy a kormány jó helyre kerüljön, itt szükség volt egy ilyen hatalmas kormány kiemelőre. Kb. Úgy néz ki, mint amikor naked bike-okból csinálnak túraendúrót, azokon szokott ilyen markáns kormány kiemelő lenni. Itt ezzel hozták vissza ezt az alapvetően enyhén szupermotós ülés pozíciót. A blokk az szinte teljesen új. Eleve nőtt 50 köbcentit, a furatot növelték, de teljesen új a teteje, a levegőtől, ahogy bejön, a befecskendezésen át, a hengerfejig, az előző a 115 lóerő volt, ez 119, hozzácsaptak egy 93 Nm nyomatékot, tehát nem csak, hogy nyomatékosabb lett, hanem a nyomaték az lentebbről épül föl, még jobban húz hamarabb. Itt van ez a egy hatalmas légbeömlő túloldalon. Még egy, és ezek nem díszlek vannak itt, ezeken keresztül szívja be a levegőt az airboxba, ahonnan aztán megy a motorba. A forgattyús ház is változott, maga a karternek az öntvénye az megmaradt a régi, viszont a megmunkálása az már más, tehát más lett a kialakítása belül. Mint egy érdekesség, hogy amikor 60 évvel ezelőtt a japán motorok elkezdtek, meg a japán autók elkezdtek minőségben hirtelen nagyon-nagyon nagyot ugrani fölfele, akkor az európai gyártók erre úgy jöttek rá, hogy felfigyeltek arra, hogy a japán autó és motorgyára egyik évről a másikra sokkal kevesebb marószerszámot meg megmunkálószerszámot vásárolnak, azért, mert hirtelen annyira jó anyagminőséget és annyira jó öntési minőséget tudtak előállítani, hogy kevesebbet kellett utána rajta faragni, hogy az mehessen. Elől maradt egy brutális négy dugattyús radiális Nissin, de ehhez tartozik az egyik kedvenc újításom, a radiális főfékhenger. Ezzel olyan mocsok mód lehet vele lassítani, hogyha picit ijedve nyúlsz rá a fékre, akkor egyszerűen átesel, olyat fog. Ebbe már tényleg beleraktak minden földi jót. Az elektronikus gázkar, az konkrétan az R1-ről jön, az elektronika nagy része is az R1-ből származik, tehát ez már dőlésszögérzékeny, ABS tartalmaz, a kipörgés gátló is dőlésszögérzékeny, figyel mindent, tehát nem csak a kerekek forgás különbségéből dolgozik, hanem az oldalgyorsulásból, van benne wheelie control, üzemmódok, minden hangolható. Ez egy mai értelemben vett csúcs elektronika ebben a motorban.
vagyok, ez nem azért született, hogy mert hirtelen nagyon kellett még plusz 5 lóerő, itt az emisszió miatt kellett ebbe mélyen belenyúlni, hogy tudja az Euro 5-öt. Azt egyébként legjobban a lökett térfogat növelésével lehet elérni, itt is azért volt szükség erre a plusz 50 köbcentire, és ahhoz képest, hogy Euro 5-ös nem is szól rosszul, tehát itt van alul ez a, hát egyáltalán nem szép kipufogó azokkal a hatalmas katalizátorokkal, meg ilyen orderáré nagy dög az egész. Nagyon jó, hogy eldugták oda alulra, mert már nincs rajta mit mutogatni, viszont ahogy szól ez a három hengeres ezzel a kipufogóval, így alaphelyzetben, Akrapovics, vagy minden tuning nélkül, az is már állat. Tehát olyan, mint egy ilyen tuvan torokénekes, hogy elindulsz vele, és aztán elkezded neki húzni, és tehát ez bármelyik mongol pásztort leénekli. Ez a része állat, ahogy megy, az a tűz, az a dinamika, az is remek, ami kevésbé remek, hogy a műszaki fejlesztéshez a vizuális átalakulás is társult. Az a fajta csaj lenne, aki hátulról közelítve válik először kívánatossá. Az oldal nézet, hogyha megvan a kellő távolság, akkor az még egész jó. Az eleje viszont, hát nem is tudom, hogy mire emlékeztet. És vannak még rajta egyébként nem annyira jól sikerült részletek, amik olyan befejezetlenség érzetét keltik. Itt van a duda, csak így hát mint először azt hittem, ez innen le van törve, vagy nem is tudom, mintha rosszul tették volna fel és lefittyett volna, vagy a rázkódástól letört volna, de nem, ez így néz ki gyárilag. Ott a kipufogó, és itt van a Lambda szonda bent, és azt meg úgy oldották meg, hogy itt így, ahogy jön, a kábel itt így eljön, ott egy gyors kötöző, és ide bemegy. Nem feltűnő, de Lambda szonda kábele az is olyan eléggé utólagos azzal a gyors kötözővel. Itt van az elektronika, a feszültségszabályzó, mint hogyha innen egyszerűen hiányozna egy takarópanel, mint hogyha azt mit tudom én, ez egyik kanyarban elhagytam volna, de nem. Ez itt így ilyen. Ezekkel a dolgokkal nem vagyok teljesen kibékülve. Ugyanakkor, amikor mentünk fönt a hegyekben a Szerpentinen, akkor egyszer se jutott eszembe az, hogy ne lásson meg senki, mert hát, hogy milyen motoron ülök, hanem az volt a fejemben, hogy anyád, hogy megy! Tehát erre gondoltam közben, úgyhogy igazából a varázslat az működik. Ezen a ponton fölmerül a kérdés, hogy oké, de mit lehet helyette venni? Hogy ott van a Triumph-nek a street triple-je, de az egy ilyen finomabb, az egy ilyen lágyabb, elegánsabban viselkedő történet, az nem ez az elemi vadállat. Lehet venni MV Agusta Dragster 800-at, másfél millióval drágábban. Ott van még KTM 890 Duke R, azért az hasonlóan betyáros, az csak mondjuk kéthengeres. Magamnak mondjuk túrázni, vagy városban mászkálni, vagy ingázni nem ezt venném, viszont ha egy olyan motort szeretnél, amire hogyha fölülsz, akkor eszedbe juttatja, hogy milyen igazán élni, akkor arra ez jó lesz.